1997-ben kezdődött a Mejkuti Hagév Kft. Története. A cég szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik 1250 hektáron. A vállalatot Hatalócki Tibor alapította, 2008 óta pedig lánya és veje Mackó Roland irányítja. Roland ekkor csöppent bele a mezőgazdaságba, és apósa halála után nagyon gyorsan bele kellett tanulnia a gazdálkodásba. A frissen szántott föld illata azonban végérvényesen rabul ejtette. De Roland nem csak a céget viszi tovább, hanem apósa New Holland gépek iránti rajongása is magával ragadta. Olyannyira, hogy tavaly a márka nagykövete lett. Ez a New Holland Ambassador Club, ez egy olyan exkluzív kör, ami világszerte a leghűségesebb, csak és kizárólag a leghűségesebb New Holland ügyfeleket gyűjti össze, és valószínűleg úgy kerültünk mi ebbe a történetbe. Itt ebben az Ambassador Clubban én a New Generation-t, az új generációt képviselem. Jelen vagyok a közösségi médiában, ugye saját weboldalam is van, Facebookon, TikTokon, Instagramon, ezen mindegyiken. Ott vagyok, és a követőimnek a 80%-a igazából mezőgazdasággal foglalkozik. Ez nem csak Magyarországra koncentrálódik, hanem így a környező országokon kívül követőim vannak Olaszországban és Törökországban, pedig nagyon népszerű a New Holland. Igazából a követőimnek a 30% az török, úgyhogy érdekesen minden nap kapok üzeneteket Törökországban. De használom a Google fordítót, úgyhogy szoktam nekik válaszolni. Mackó Roland vallja, hogy a minőségi munkához korszerű gépek kellenek. Éppen ezért, amikor szükségük volt egy új vetőgépre, a Pöttingerre esett a választásuk. Kijutottunk 2016-ban a Pöttingernek a két gyárába gyárlátogatásra, és ott találkoztunk először ezzel a technikával, végignézhettük egyáltalán a módját, azt, hogy hogy állítják elő ezt a vetőgépet. A cégünknek ugye a mottoja, hogy minőségi szolgáltatás csak és kizárólag világszínvonalú gépekkel és gépkapcsolatokkal lehet és érdemes végezni. Ebbe beletartozik a New Holland és a Pöttinger is. Most már két éve vetünk vele. Azt szerettük volna tényleg, hogy semmi kompromisszum ne legyen. Ez egy olyan egyedülálló gép ma Magyarországon, amiből jelenleg ez az egy van. Azért, mert rendelkezik olyan extra tulajdonságok, amik a más vetőgépekben nincsen. Szakaszolható fülkéből, állítható a tárcsa, állítható a csőlőszennyomás a fülkéből, ezek nagyon fontos dolgok. Rendelkezik olyan adagoló fejjel, ami a művelőút automatika igazából 0-tól 24 méterig bárhova tudja rakni, ezért egyedülálló. És ez a múlt héten is előfordult az, hogy vetettünk háromféle művelőutat egy nap, 18 méterre, 20-ra és 24-re, és ezt a gépkezelő onnan a fülkéből, ugye izobusz kapcsolaton keresztül tudja állítani, és ez nekünk nagyon jó dolog, mert így tudunk versenyképesek lenni a konkurenciával szemben. A Pöttinger vetőgép egyik nagy előnye, hogy bármilyen gyengébben előkészített földből tökéletes magágyat tud készíteni egy menetben. Emellett számos olyan újdonságot tartalmaz, ami növeli a hatékonyságot. Ez egy Pöttinger Terraszem C4-es mulcsvetőgép, ami igazából a felépítését tekintve a klasszikus irányt követi a mulcsvetőgépek között. Ugye kezdődik egy teljes értékű rövid tárcsasorral, amit egy tömörítő keréksor zár, és ezután következik a vetőegység, aminek ugye ez esetben a munkaszélessége 4 méter, a sortávolsága pedig 12,5 centi, annak köszönhetően, hogy két sorban vannak elhelyezve az ikertárcsás csoroszják. Ezt lezárandóan egy soronkénti tömörítőkeréksor végzi, illetve még ezt követően egy elmunkáló pálcasor, az, ami a pontot felteszi az írevetéskor. Ugye igazi különlegessége talán ennek a gépnek abban rejlik, hogy a konkurensekhez képest jóval robusztusabb felépítésű, nagyobb súlyú gépről beszélünk. Ennek köszönhető az, hogy az 510 mm átmérőjű rövid tárcsasor gyakorlatilag bármilyen gyengébben előkészített rossz minőségű földből tökéletes vetőágyat tud egy menetben készíteni, illetve a 120 kg csoroszja nyomás az, ami biztosítja azt, hogy a mag oda kerüljön, ahová ennek kerülnie kell. A másik nagy különbség a konkurensekhez képest, hogy talán a legnagyobb vetőcsoroszja átmérővel rendelkezik, azok 380 mm átmérőjű kéttárcsás csoroszják, illetve ennek a gépnek a legnagyobb előnye a többiekkel szemben az, hogy hiába 4 méter munkaszélességű, művelőút tekintetében nem csak a 4 méter többszöröseit képes vetni, hanem gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy milyen munkaszélességű permetező fog dolgozni azon a táblán, ahol vetettünk vele, mivel a Pöttingertől
opciósan elérhető speciális magelosztó fej segítségével gyakorlatilag nekünk csak meg kell adnunk egy permetező munkaszélességet, és onnantól kezdve a művelő nyomokat ez a gép független az ő munkaszélességétől a megfelelő helyre fogja vetni. A Pöttinger egyik nagy előnye nem csak az, hogy vetés után egyöntetű, homogén területet hagy maga után, hanem a kelés is látványos. A robbanásszerű kelés az, ami megmutatja azt, hogy ezt egy Pöttinger géppel vetették. Ugye, ami adódik abból, hogy nagyon jó talajmunkát végeznek a tárcsák rajta, illetve a teljesen pontos, beállított vetési mélység tartása az, aminek köszönhetően gyakorlatilag nem foltokban, hanem robbanásszerűen tényleg mindenhol ugyanolyan a kelésünk. A szállítás is egyszerűbbé vált azáltal, hogy a vetőgép összecsukható 3 méteres szélességre, így könnyebben lehet vele közlekedni a közúton.